aki nem tudná, az elegyesnek IZB módra, mint fesztivál, mint olyan temetésén, de ünneplésén is vagyunk éppen. Családi legenda így szól. Első nap. Jöttek a nyilasok. Vannak olyan titkai, amiről nem szívesen beszélünk. Az évek alatt aztán mégis fontossá válik, és fény derül rájuk. Olyan lesz, ami meghatározza, ráteszi a bélyegét a családra, mint egy sárga csillag. Ennek az ünnepnek az alkalmából van nálam egy pár újság kinyomtatva, amiben az eddigi elegyestek IZP módra interjúk benne vannak. Ezeket tőlem meg lehet vásárolni. Így néz ki. Those bitches can't get under your skin. They can't even. Take in a deep breath. Now breathe out. Just feel the fucking nonsense float away. Azt gondoltam elmondani, hogy én azt nagyon szeretem a kortárs tánc előadásban, vagy úgy egyáltalán a kortárs művészetekben, hogy így figyelem az eseményeket, és akkor elindul valamerre, amit értek, és aztán utána megint valami más lesz, és akkor meg kell engednem magamnak, hogy abba a másik irányba menjek, és akkor valahogy így ebből lesz valami új értelem. Ez az én elképzelésem. Ez a lapok, az a neve neki. Ez egy ilyen jóskártya pakli, amit én készítettem.
nagyon szép grafikákkal van tele, majd nézegessétek meg utána, ha van kedvetek. Igazából ez nem is jós kártya, hanem egy ilyen értelmező, elemző kártyapakli. Come tomorrow at 7 o'clock. Nagyon nyitott bármiféle
magát produkálni vágyok bármilyen módon embertípusra. Én általában humorizálni szoktam, de nagyon meg vagyok illetődve. Elegyestek IZP est sorozata, és sok mindenkinek megköszönhetném, meg felsorolhatnám a neveket, de erre nem vagyok képes, úgyhogy olvassátok el, úgyis ott még több információ elhangzik, mint amit én tudnék mondani, és akkor nem köszönhetem senkinek, megköszönöm hát mindenkinek alapon. További jó estét kívánok mindenkinek, reméljük, hogy még találkozunk. Valami volt.